1746 vagy 47. Ekkor látta meg a napvilágot ebben a házban Bessenyei György költő, a magyar felvilágosodás egyik meghatározó egyénisége. A pontos születési helyét egy ideig kétségek övezték. Erdés Sándor néprajzkutató azonban minden tévhitet eloszlatott. A kúria, amelyben a filozófus született, a Bessenyei utca 6 szám alatt a falu egyik legmagasabb pontján áll. A rétközi turisztikai projekt részeként pedig felújították a több mint 300 éves épületet. Egy picit leromlott az állapot az elmúlt évtizedek során, ezért nagyon fontosnak tartottuk, hogy kihasználva ezt a lehetőséget, ismét méltó módon felújításra kerüljön ez az épület. Azt gondolom, hogy most ismét néhány évtizedig megfelelőképpen tudják az ide látogatók látogatni azt a két kiállítást, ami ebben az épületben helyet kap. Az egyik a már korábban meglévő Bessenyei Györggyel kapcsolatos kiállítás, amely némileg megújult és interaktívvá vált. A másik kiállítás pedig, ami most került kialakításra, az a tiszabelceli helytörténeti kiállítás. Ez elsősorban a 19.-20. századi berceli életet mutatja be. A piros székek, a fali szőnyeg, a játékmackók és a szekrény rendezettsége sokak gyermekkorát visszaidézi. Ezt és a Bessenyei életét bemutató kiállítást a Józsa András Múzeum munkatársai állították össze. Az 1779-es A Holmi című kötet például a múzeum könyvtárának egyik becses darabja. De fotók, metszetek, korjelző tárgyak is segítenek megismerni a költő pályafutását. Munkássága régóta része a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, a Bessenyei Társaság javaslatára pedig most már a szülőháza is bekerült a listába. Egy olyan kulturális és nyugodtan mondjuk, hogy kovász központ lett itt Tiszabercelen, amely nem csak Tiszabercel szempontjából fontos, hanem hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye szempontjából is. És aki ide ellátogat, olyan érdekességekkel találkozhat, amely a mai kor számára is úgy gondolom, hogy szolgál rengeteg olyan aktualitással és látnivalóval, amivel segítik egyrészt azt, hogy információhoz tudáshoz jussanak az emberek, másrészt pedig segít abban is, hogy az a szellemiség, amely Bessenyei képviselt, a szülőháznak a nyugodtan mondhatjuk, hogy ereje, amely itt Tiszabercelen kézzel fogható, az meg kell, hogy jelenjen értéktári szinten is. A felújított emlékház ünnepélyes átadása után koszorúkat is elhelyeztek az épület falán.